A hétfalusi Csángó népviselet fontos tartozékait készítő Sipos Gaudi Istvánt már gyerekkora óta egy folyton rajzolgató, fúró, faragó, a hagyományokra fogékony emberként tartják számon. Ezelőtt 40 éve nagyanyámtól kaptam egy nagyon szép csángó övet. Azt mondta, fiam, én ezt neked adom, mert látom, hogy te szereted ezeket a régi dolgokat, és te biztos meg is fogod őrizni. Úgy is történt. A lépcsőházba elhelyezett bogláros öv 40 évig szólítgatta, cselekedetre biztatta, mindahányszor elment előtte. Ahogy kijöttem nyugdíjba, időm is volt rá, és szétbontottam ezt az övet. Elején nagyon féltem, hogy nem fogom tudni visszarendezni, de sikerült, és pont egy ilyen övet készítettem én is. Igaz, időbe telt, legalább 2 évben, de sikerült ez az övnek az elkészítése. Bemutattam az itteni csángó asszonyoknak, és őszintén nagyon örültek neki, hogy van valaki végre, aki elkészíti ezeket a csángó kellékeket, a csángó ruhának a díszítő elemeit. Örömmel újságolja, hogy egyre többen rendelnek tőle boglárosövet, köszöntyűt, hajtűt és egyéb díszeket. Úgy látom, hogy igény van rá, és a fiatalok, nem mindenki természetesen, de javarészük szereti ezt a hagyományt, és próbálják követni. Most éppen magyarországi turisták kopognak be, érdeklődve a helyi népi mesterség iránt, akik ezúttal gyakorlati útmutatást is kapnak a mestertől. Amerre járok, arra próbálok minél több ilyen jellegű emléket megnézni, mert nagyon fontosnak tartom azt, hogy megőrizzük ezeket a kincseket az utókor számára, és hogy a jelenünkben is tovább viseljük ezeket, vagy átültessük a mostani utcai viseleteinkbe például. Azok a köszöntjük, ezek a mell boglárok, ezek nem egy sablonra történtek. Ez függött a mesternek az elképzelésétől, a fantáziájától. Milyen alkotó elemeket tesz bele, milyen kövekkel díszíti. Volt olyan, hogy fel lehetett nyitni az elejét. Oda titkos papírkákat dugtak be, és mit tudom én, a lányok szerelmes leveleket. A mester mindenkinek hangsúlyozza az eredeti formához való ragaszkodást, amely szerinte egyetlen járható útja a csángó népművészet megtartásának és átörökítésének. A boglárosöv kivitelezésében István felesége, Sipos Gaudi Magdolna népviseletkészítő fontos szerepet vállal az övre ráfogott bársony és szalagrá varrásában. Én személyesen nagyon örvendek és büszke vagyok, mikor felvehetem a csángó ruhát. Valóban én vagyok az egyedüli. Nem tudok senkiről, aki még neki fogott volna ennek. Biztos ezt nekem úgy programálták onnan fentről, hogy ezt te kell csináljad nyugdíjas korodban, és én el is fogadtam ezt, és úgy érzem, hogy ez egy hivatás, megőrizni az eredeti a népviseletet, és valahogy tovább vigyük, hogy ne halljon ki, maradjon meg, hiszen ez egy nagyon szép, bárki megnézi a csángó viseletét, ez egy nagyon szép viselet. A négyfalusi ötvösmester annak örülne a legjobban, ha volna kinek átadnia a tudást, aki ugyanúgy beleszeret ebbe a mesterségbe, mint ő, és szívvel lélekkel továbbvinni a barcasági csángó hagyományt.